A háború ellenére is 6,5%-kal bővült a magyar gazdaság, számolt be a pénzügyminiszter közösségi média oldalán. Varga Mihály a második negyedévi adatokat ismertette a videóban. Mint mondta, a magyar GDP bővülés mértéke az elemzők várakozásait is felülmúlta. Az első negyedéves 8,2%-os növekedés után továbbra is emelkednek a mutatók. A magyar gazdaság válság állóságát mutatja az OECD jelentése is, amely szerint hazánkban tapasztalható a legkisebb visszaesés Közép-Kelet-Európában. A növekedéshez az aszály sújtott a mezőgazdaságon kívül minden ágazat hozzájárult, jól teljesített az ipar, a kereskedelem, a turizmus, a pénzügyi ágazat és az infokommunikációs szektor is. A magyar gazdaság teljesítményének az alapja a munka. A foglalkoztatásban állók száma meghaladta a 4,7 milliót, a munkanélküliség rekordalacsony, a 3%-ot közelíti. Azon dolgozunk, hogy a háborús válságban is megvédjük a magyar gazdaság növekedését, megőrizzük a munkahelyeket, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot. A Központi Statisztikai Hivatal szerdán kiadott első becslése szerint az első fél évben a gazdaság teljesítménye 7,3%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. Bár a következő negyed években már érdemi lassulást várnak, részben bázishatások, részben a háború negatív következményei miatt. A friss adat alapján tehát a vállalkozások egyelőre tudtak alkalmazkodni a kedvezőtlenebb külső körülményekhez, azon belül is elsősorban a háború gazdasági hatásaihoz, állapították meg a szakértők.